szentányos püspök Franciaország és magyarországi kultuszáról szeretnék beszélni. Hát aki megírta ezt nagyon jól, a kedves évfolyamtársam professzor úrral együtt jártunk az órára 15 évvel ezelőtt az ELTE BTK-m, dr. Csáko Judit, aki a magyar-francia kapcsolatokból doktorált, és 2010-ben Tihanyban is tartottunk egy konferenciát ebbe a témába, itt a tihanyi apátságnak a középkori gyökereiről. Addigra készítette el a Judit, de segítettem azért neki, és még ezen kívül két szakmunkát használtam föl, a Genevieve Renault és Thomas Hiddnek a monográfiáit, amelyek szentányos püspöknek és más híres szenteknek a franciaországi kultuszáról szólnak. Jaj, köszönöm szépen. Szuper. A tihanyi alapító levélben szerepel az, hogy első András király 1055-ben a tihanyi bencés apátságot felesége, fiai, lányai, valamennyi élő és megholt atyafia üdvért, Szűz Mária és szentányos püspök és hitvaló tiszteletére alapította, illetve az adományokat számukra tette a Balatin fölött a Tihon nevű helyen. Most az a kérdés, hogy ki volt ez a szentányos püspök, és milyen tiszteletnek örvendett a kora középkori Frankállamban, milyen területeken terjedt el a kultusza a karolingok, majd a születő Capeting monarchia idején. Na most a francia nyelvű szövegekben Ányos ugye Ányánként szerepel, a latin forrásokban Anianus néven, és Orlán városának az 5. századi püspöke volt, aki imádságaival szabadította meg városát Attila hunyainak ostromától. A szent életéről, francia földön kialakult kultuszáról a magyar szakirodalomban először a Panohalmi rendtörténet tihanyi első kötetében olvashatunk természetesen. A Erdély László így ír, Gallia egyik legnagyobb szentjeként mutatja be, aki ezt tisztelet tekintély és népszerűség dolgában ott régente csak egy néhány szent hasonlítható, Lupus és Germánus, Dénes, Medárd és Márton. Ez szerepel a tihanyi első kötetnek az első lapján. 358 táján Vienne környékén született, és alig 30 évesen lett a hagyomány szerint Orleánnak a püspöke, majd pedig 451. június 14-én a város az ő tanácsainak, imádságainak, szervező munkájának, diplomáciai tevékenységének köszönhetően szabadult meg a hunok ostromától, és a püspök nem sokkal élte túl Attila távozását Orlán falai alól, 453. november 17-én halt meg, így akkor az égi születésnapja, vagyis az egyházi ünnepe is akkor van, ez a tihanyi apátságban éppen most ünnepeltük. Aztán a rendtörténet még Ányos kultuszával kapcsolatban kiemeli, hogy a frank uralkodók szerződéseiket, szövetségeiket a szent erekjéi fölött kötötték meg. A merovingok alatt terjedt el az a szokás, hogy a főemberek a sírnál tették le a hűségesküt, és az ellenük emelt vádak alól ugyancsak a városvédő püspök erekjénél tisztázhatták magukat. A karolingok is tisztelték Ányost, akinek kultusza igazából Jánbor Róbert uralkodás alatt erősödött meg, különösen 10. század vége, 11. század eleje. Ez azzal magyarázható, hogy a király fiatalságát éppen a Loire-menti városban töltötte, és igencsak kedvelte Orlán. Hát a diákjaimnak szoktam mondani, meg a turistáknak is itt Tihanyba, hogyha kinyitják a történelmi atlaszt, ha még van ilyen papíralapú atlasz, akkor Franciaországnak pontosan a közepén nem Párizs helyezkedik el, hanem ugye Orlán. Tehát végül is az volt azért a Jánbor Róbertnek, meg más időszakokban is az országnak, vagy a francia területeknek a fő helye. Aztán Jánbor Róbert nevéhez fűződik, hogy 998-ban, amikor éppen leégett a szentányos templom, akkor újat emelt, és Erdély László különösen hangsúlyozza, hogy 1029. június 14-én fényes ünnepség volt Orléansban, amikor a király három érsek, öt püspök, a Cluny, illetve a Fleury apát jelenlétében maga helyezte el az erekéket az ereke tartó szekrényben, és erről Magyarországon is tudtak. A kultuszáról kicsit ott helyben, hát a 15. század végéig Orleán régi hídján megcsodálhatták az arra járók a zsandár tiszteletére emelt emlékművet, és ott a Szent Szűztől Szent Johanna segítséget kér, ez az egyik szobor, a másik az orleáni herceg, és még két püspök volt a hídon, Szent Ányos, illetve Szent Evurcius. A városban még a kora újkorban is élénken élt a három a gall-római korban szerepet játszó keresztény egyházi vezető emléke, és ők igazából ilyen pater patriék voltak, tehát a haza vagy a város atyainak tekintették őket. A Orlán püspök a hagyomány szerint legelőször, ugye a legelső püspöke Szent Evurcius volt, majd pedig az ő utódja és tanítványa Szent Ányos. Aztán van a orláni számadás könyvekből egy beszámoló, 1400, illetve több helyen utalás, 1401 és 30 között évente többször is körbevitték az
utcákon az alapító atyák relikviáit, az éhínségek nyomorában elsősorban Mamercius püspök, a 100 éves háború viszontagságai közepette pedig a városvédő Ányos püspök közben járásáért fohászkodtak. Néhány utalás a történelemből még. Walter Orláni püspök 871-ben kibocsátott statútumában szerepel, hogy az egyházmegyében Orlánban mely szentek ünnepeinek megtartása volt kötelező, és voltak az egyetemes szentek, meg a lokális szentek, és akkor az atyáknál szerepel Evurcius Benedek Maximinus Lifardus mellett Annianus Ányos püspök halálának is az évfordulója. Tehát az Orlán vidék 4.-5. századi atyáinak tisztelete a szerepel a Turi Gergelynél a Historia Francorumban is, ez már 6. században nagyon élénk volt. A hunok elleni városvédelemben kiemelkedő szerepet játszó Ányos püspök, vagy az Orláni Egyház megalapítójaként számon tartott Evurcius kultusza ebben az időszakban, mint egy lelki, spirituális védelmet jelentett a városi gallo-római népesség számára a frank hódítókkal szemben. Ugye hát a római, nyugat-római birodalom végnapjaiban vagyunk, és ekkor a keresztény közösségek vezetőihez fordultak a nem keresztények is, tehát sok esetben városprefektusi szerepet betöltöttek, mint Ányos is, tehát végül is így a keresztény közösségek iránt nagy bizalom volt, vagy számítottak is rájuk, hogy valamiképpen ezt a római hagyományt átörökítsék, megvédelmezzék, hogy önmagába a civilizációt a népvándorlás évszázadaiban. Aztán Orlán fontos szerepet töltött be a Merovin korban is, a 6. század első felének uralkodói 5 alkalommal hívták ide zsinatra püspökeiket. Aztán a korai karoling időkben a város annak köszönhette jelentőségét, hogy püspökei Teodulf és Jónás, Nagy Károly, illetve Rámbor Lajosnak a tanácsadói lettek. Tehát a Ányosnak a tisztelete már kiemelkedő szerepet töltött be a 7. században. Aztán a püspök erekéi felett emelt Szent Ányos apátság reformját maga Batilt királynét támogatta, a Fredegári krónikában pedig Szent Dénes párizsi, Szent Medárd Soissoni, illetve Szent Márton Túri nyughelye mellett szerepel Ányosnak, Ányánusznak az orleáni sírja. A karoling kor igazából a virágkor, a Fekete Ermol tanúsága szerint Jámbor Lajos 814-ben, 818-ban is felkereste az orleáni atyák sírját, és később a bretonok elleni küzdelmei során is Ányos segítségért fohászkodott. Aztán a 9. században megszaporodtak a normannoknak a betörései, többször feldulták Neusztriát, 865-ben Flőri szerzetesei is Orlán falai mögött találtak menedéket, tehát hogy mondjam, amikor olyan ellenség közelített, ilyen zűrzavaros idők voltak, akkor fokozottan Szent Ányoshoz fordultak a környéknek a lakói segítségért. Ányosnak mi 2 vitáját ismerjük, tehát főleg a 8. században, meg 9. században rengeteg mű keletkezett, de a Zsolozsmában Szent Ányos ünnepén ebből a 2 vitából szoktunk felolvasni, ami magyar nyelven meg is jelent lektorált fordításban a Tihanyi kalendáriumunkban. Igen, meg akkor a Historia Francorumban is szerepel 2. könyvének 7. kaputjában Szent Ányosnak a története, tehát valószínűleg azért élő személy volt valóban. Kicsit, hogyha átmegyünk a Magyarországra, ugye ez az érdekesebb, hogyan került a tisztelet. Előtte még azért megmutatom egy illusztrációként, hogyha Orlánba ma elmegyünk, ugye a városkapu meg egyéb idején Szent Johannáról szól, tehát az orláni szűzről. És akkor a városnak a főtemplom, ami 1920-ban épült, az is Szent Johanna kultuszát jeleníti meg. Ha le kell menni a Loire folyó partjára, és ott látható ez a régi Szent Ányos templom. Én 2017-ben jártam oda, hát sehogy se lehetett bejutni, hogy a Franciaországban azért nehézkes a templomok nyitvatartása, meg hát visszaszorult a vallásosság is. Jó, akkor éppen mohás volt a tete, olyan igazi ősi templomnak nézett ki, ennek a gyökerei ugye az 5. században nyúlnak vissza, és akkor a templom alatt található egy kripta, és akkor kicsit hasonlít a Tihanyi altemra, csak jóval nagyobb természetesen. Ott lehetett volna tiszteletet tennünk Szent Ányos sírjánál. Aztán van azért még egy ábrázolás, igyekeztem keresni, hogy Sártban is egy Szent Ányos templom található, a nagy székesegyház mellett, és akkor ott van Ányosnak a szobra. És akkor menjünk át ide Tihanyba, hogy került az ő kultusza vagy tisztelete Tihanyba. Tehát a középkorban csak Tihanyban, illetve Marcalinak a középkori templomában tisztelték Szent Ányos, tehát ez a 2 patrocíniuma volt csak neki. Hát az közismert, hogy Szent István királyunk ugye Klünyivel kapcsolatot tartott, tehát Odiló Klünyi apáttal levelezett, és akkor innen értesült itt az 1029-es orláni eseményekről, az Ányos templomnak a
felépítéséről, illetve az ereklye átvitelről. Aztán még a térséghez kötődik, bár a 11. század végén a Somogyvári apátság 1091-es alapítása, tehát a Klünyi vonzás közepébe tartozó Szent Zsíl apátság filiájaként jött létre Somogyvár, és ez nyilván itt francia szerzetesek érkeztek, tehát ez egyértelmű. Aztán a korai magyar-francia kapcsolatokról még annyit, hogy egy első András király korában ez is közismert, Tóth Péter írta meg, illetve adott elő nálunk Tihanyba 2005-ben az alapító levél 950. évfordulóján erről, hogy ugye való főpapok itt a magyar hierarchiában első András király korában, tehát inkább a francia területek egyházai felé húzott, illetve 1040-es évek végén jelentős számban érkeztek Vallóniából, tehát az észak-francia területekről főpapok és egyéb egyháziak Magyarországra. Ez a másik tényező. A harmadik pedig az a tény, ugye a dinasztikus kapcsolatokkal szoktuk Ányos kultuszának a tiszteletét magyarázni, hogy első András király kievi Ruszban, kievi nagyfejedelemségben nevelkedett, és akkor az alapítónak, Szent Vlagyimirnak, most már Szent Volodimirt kell ugye mondani, neki a unokáját vette el, Anasztáziát, akinek a lánytestvére volt Anna, első Henrik francia királynak a felesége, első Henrik pedig Jánbor Robertnek, Szent Ányos egyik legnagyobb tisztelőjének, ugye kultusza előmozítójának volt a fia, tehát így a francia területek felé való tájékozódás ugye nagyon fontos volt ebben az időszakban. Még egy dolog, hogy a Tóth Péter azt feltételezi, bár erről nincs ilyen direkt forrásunk, hogy a Lázár apát, akinek a nevét ismerjük, az első tihanyi apát, hiszen az alapító levélen is szerepel a kis szignója, ő is lehet, hogy francia szerzetes lehetett. Azon kívül még egy érdekes dolog, a tegnap éjszaka forgattam még ide kapcsolódó, kicsit utána nézzek a dolgoknak a futaki graduálét, meg a szelepcsényi kódexet, már nem az eredetit nyilván faksimilében, és akkor éppen mondta a rendtársunk az Áron, hogy ezek a liturgikus könyvek, illetve más liturgikus könyvek is erős összeköttetéseket mutatnak észak-francia területekkel. Éppen segítséget kért, hogy a dallamokat nekem magyarázta, az nem nagyon értek, de nekik érdemes lenne ennek is utána járni, vagy hogy nyilván történészi szemmel megvizsgálni ezeknek a liturgikus könyveknek az észak-francia kapcsolatait. Mind a kettőben szerepel Szent Ányos püspöknek az ünnepe. És akkor még egy dolog kicsit, hogy a mai korban, igen, hát Szent Ányos képe a tihanyi apátsági templomban, semmi extra, egy átlagos idős püspököt látunk, aki megdicsőül, tehát az égi születésnapja, halálnak a pillanata látható, nincs semmi speciális azonosító, egy ismertető. Akarom itt a Dénesi Tamásnak mondani, hogy Tihanyt is fontos helyként próbálták beállítani a 18. században, az oltárkép alján ott van Attila király sírja nálunk, és megvan, ugye, meg Attila egykori városának a romjai ezen oltárkép alján, úgyhogy hát fontos hely lehetett Tihany, vagy így próbálták feléleszteni a 18. században. Na most egészen 2018-ig ez volt a tihanyi apátság hivatalos pecsétje, tehát a középkori hiteles helyi pecsét lett átrajzolva. Na most Ányos püspök áldást ad két szerzetesnek, ez a legendájában szerepel, és akkor érdekes, hogy a törökkor után, amikor helyreállt az apátság, a Lécs Ágostom, aki 1698-ban született Modorba, ahol a bencések első iskolájukat nyitották 1674-be, ő már nem Szent Ányost szerepeltette az apátság címerében, hanem Szent Miklós püspököt, ez teljesen egyértelmű. Bár az Érszaki Géza professzor a munkájában mindig Szent Ányost, itt pedig horgonnyal látható, az egyértelmű, hogy Szent Miklósról van szó, meg vizek melletti helyeknek a védőszentje, és akkor ott igazából a hullámzó Balatonon lévő halászokat segíti Szent Miklós püspök. Egyébként valószínűleg a 18. században nem nagyon tudtak Szent Ányosról, nem tudták, ki volt, és kevésbé a tihanyi barátlakások Szent Miklós patrocíniuma lehetett itt a döntő, hogy az apátság címerébe Szent Miklós került, inkább az, hogy Modor ugye Nagyszombati egyházmegyébe esik, közel van Nagyszombat, és ott meg a Székesegyháznak Szent Miklós a védőszentje, tehát valószínűleg Lécs Ágostorra ez volt hatással, és akkor igen, van egy Szent Miklós ereklye tartunk is a 18. századból. Még egy dolog, tehát itt a 2018-ban pedig ez az apátságnak a címere. Ez a püspök egyszerre Szent Ányos is, meg Szent Miklós is akar lenni. Tessék megnézni, a horgonyt kicseréltük az áldó mozdulatra, de a hajósok megmaradtak, és akkor már akkor készültünk a királyi kripta feltárására, amiért köszönette, hálával tartozunk itt a munkatársaknak, mindenkinek, különösen Mende Balázs, Takács Ágoston is itt van, nagyon szépen köszönjük a intézmény vezetőinek, kormányzatnak is, és a tessenek megnézni, hogy az András király sírkövén lévő sodrotnyelvű körmeneti keresztet tettük bele a címerbe.
tehát hogy úgy minden rajta van, Balaton is, Tihanyiak is, halászok, András király, Ányos és Miklós püspök is, úgyhogy igyekszünk a kultuszát életbe tartani. A legendái, meg a szakirodalom is, az többször, illetve folytatásában megjelent a Tihanyi kalendáriumban, online is próbáljuk elérhetővé tenni. Még itt a liturgikus kutatásokban van fantázia, amit igyekszünk folytatni. Köszönöm szépen!